Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp július 16-ára és 17-ére, tehát két napra szól, hiszen az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De van az új jóga is, és ehhez mutatok egy gyakorlatot. Itt a bal kéznél megfogod a hüvelykujjadat, átöleled. A hüvelykujj az Mars bolygó hatása alatt áll, és a középső ujj és a hüvelykujj a jobb kéztől itt megérinti egymást. Tehát Mars bolygó és Szaturnusz bolygó itt együtt hat, hiszen a középső ujj az Szaturnusz bolygó hatása alatt áll. És ez a gyakorlat segít abban, hogy erősödjön a hangod, hogy megnyíljon valami, ami erősíti a te belsődet, a szervezetedet, hiszen ennek van egy gyógyító és van egy megnyugtató hatása is. Közben énekelheted az ómot, ennek is van gyógyító hatása, mint például így. Om. És ez a reszkés ahhoz vezet, hogy kinyílik valami, ami megerősíti a belső szervezetedet. És mint mondtam, ennek van nyugtató hatása is. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai asztrológia szerint 16-án a nap elhagyja az ikrek jegyét, és belép a rák jegyébe. Kezdődik egy új hónap, egy új téma. A rák jegyénél érzelmekről van szó, az otthonunkról van szó, a családi kapcsolatokról, vagy meditációról. A hold az a vízöntő jegyében van, tehát a levegő elemében adja könnyűséget. Vénusz bolygó szintén a levegő elemében van, az ikrek jegyében, tehát itt van egy jó kapcsolat Vénusz bolygó és a hold között. Az számunkra, hölgyekre adja a könnyűséget, a játszadozást, a viccelődést, de azért legyünk óvatosak, mert lehet, hogy ő félreérti ezt, és akkor visszahúzódik, hat a rák jegye, visszahúzódik a csigaházába. Mars bolygó az a Kos jegyében van az indiai számítás szerint, ami a tűz eleméhez tartozik, mi hölgyek pedig a levegő elemében vagyunk, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, itt megvan a jó kapcsolat. A férfiaknál kihat a Kós jegye, a tűz eleme, ez lehet egy új kezdet is, hiszen szeretnék megvalósítani a terveiket. Merkur bolygó eddig még az ikrek jegyében volt, 17-én elbúcsúzik az ikrek jegyétől, és áttér a rák jegyébe. Sőt, ott találkozik a nappal, hiszen 17-én a nap és Merkur bolygó együtt hat, itt tisztázódik valami, lehet tisztázni a dolgokat. Viszont Mars bolygó olyan távolságban van Merkur bolygótól, ami belső feszültséget vált ki, és mint mondtam, mi hölgyek a levegő elemében viccesek leszünk. Hogy ő ezt a viccet érti-e vagy sem, előfordulhat, hogy itt lesz egy feszültség vagy vita, vagy más esetben az is előfordulhat, hogy nem beszél, hanem visszahúzódik, és mi hölgyek nem tudjuk azt, hogy miért van ez így. Jupiter bolygó szerencsét hoz, a halak jegyéből hat, és közel van a holdhoz, hiszen a szomszéd jegyben található. Ez a szerencse ott van a közelben, ezek lehetnek lehetőségek. A hold. A mai napon a satabisa holdházban van. Lefordítva ez 100 szerencsét vagy szerencsétlenséget jelent, attól függ, hogyan tekintünk a dolgokhoz. Itt ezen a területen olyan csillagok vannak, ami tényleg szerencsét hoz. Ha hiszünk ebben és látjuk a lehetőségeket, akkor ott a szerencse. Ha félelmek vannak és ezek blokkolnak, az szomorúsághoz vezethet. Tehát mi irányítjuk a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!